Új technológiai vívmányok és fontos kérdések a jövővel kapcsolatban. Az Alba Innovár új programja digitális felzárkóztatásról szól, célcsoportjuk pedig azok a munkavállalók, akiknek munkafolyamatainak gördülőkeny hátráltatja a digitális alapkompetenciák hiánya. A képzés célja az, hogy a résztvevők elsajátíthassák azokat az informatikai ismereteket, amik az elkövetkezendő technológiaváltás miatt be fognak következni. Valamint az is, hogy felkészítsék az embereket arra is, hogy ennek következtében bizonyos szakmák vagy megszűnnek, vagy pedig átalakulnak? Ami algoritmizálható, az, az robotok, illetve automatizációs folyamatok ö, ö, le fogják másolni, meg fogják tanulni, és azt helyettesíteni fogják. Én azt gondolom, ez nagyon viccesen hangzik, persze, hogy a legtöbb ember nem azért fél a robotoktól, mert hogy tőle, hogy most elveszik a munkát tőle, hanem igazából attól fél, hogy hogy akkor ezzel együtt a lehetőségét is elveszíti annak, hogy pénzt keressen. Ami persze nem teljesen ö, ö, így van, ez egy kicsit sarkított és lehet, hogy kikarikírozott ö, megfogalmazása is ennek a dolognak, de ugyanakkor ö, ö, kétségtelen az, hogy a legegyszerűbb munkakörök azok meg fognak szűnni. Tehát a mai nagyvállalatoknál az operátori munkakörök azok bizony meg fognak szűnni a targonca vezetőkre nem lesz szükség, mert ezek a targoncák, mint önvezető járgányok, azok mennek maguktól, ugyanúgy, hogy a közlekedésbe, a tömegközlekedésbe is nagyon nagy változások várhatók. Ugyanez van a banki szakmákra, a korcenterek, nagyon sokan, ma még emberek mennek el a korcenterekhez, de néhány éven belül, sőt, valahol már most is csinálják, hogy automatikusan lemásolják az ügyfélnek ügyfélnek megjegyzik az adatait, tudják azt, hogy milyen érzései, milyen gondolatai vannak, és ahhoz annak megfelelően tudnak vált, választani. Ma ez úgy történik, hogy már a fejlettebb kolcenterekben az ügyfélmenedzser vagy az ügyfélkezelő előtt megjelenik az, hogy ennek az ügyfél, ez az ügyfél, ez fontos ügyfél. Ugyanakkor ez az ügyfél most jókedvű, tehát lehet neki ajánlatot mondani. A másik esetben azt jelenik, hogy ugye ez az ügyfél, ez egy jó ügyfelünk, de most roppant ideges, úgyhogy lehetőleg ne tegyél fel ajánlatokat neki, hanem, hanem pontosan próbálja arra a választ adni, amit ő keres. Tehát, hogy, hogy ezt most egy széleses spektrumot vá, vázoltam fel, de hogyha még hogy pecsétet, vagy pontot is tegyek a mondat végére, akkor el kell mondanom, hogy az ügyvédeknek se lehet biztos jövőjük, mert az ügyvédeknek, a munkájuknak egy komoly része az, hogy megnézzük azokat az eseteket, hogy mi történtek korábban, illetve pontosan próbálják megismerni az előzményeket. Ezt mesterséges intelligencia rendszerekkel a jövőben nagyon könnyen lehet teljesíteni, tehát szükség lesz nyilván kreatív ügyvédekre, de ugyanúgy szükség lesz kreatív építőemberekre, kreatív mérnökökre, kreatív műsorvezetőkre, kreativitásra, olyan képességekre, amit már mondtam korábban is, hogy, hogy, hogy képesek legyenek az emberek önállóan elvégezni feladatot, képesek legyenek arra, hogy csapatba együtt dolgozzanak, tehát olyan kompetenciákat kell építeni az embereknek a jövőben, ami ennek megfelel. Az, hogy ez, a, hogy ez most azért következik be, mert a digitalizációnak következtében sok minden ilyen egyéb képességre, amit korábban fontosnak véltünk, tehát hogy az, hogy rutinokat pontosan el tudtunk végezni, arra már nem lesz szükség, ez sajnos ez, ez egy mondhatni, hogy velejáró jönnek a digitalizációnak. Egyik oldalról kényelmesebbé teszi az életünket, másik oldaláról pedig kihívásokat állít elénk. És akkor hogyan lehet erre felkészülni, tehát nem áll fenn annak a veszélye, hogy túl sok ember lesz túl kevés szakmára? Ha visszanézünk a, akár a magyar történelembe, vagy akár a világtörténelembe, akkor 200 évvel ezelőtt az embereknek a 95%-a mezőgazdaságban dolgozott. Akkor el nem tudták volna képzelni, hogy hogy ha megszűnik, megszűnik, azok a feladatok a mezőgazdaságban, magyarul gépesítve lesz a mezőgazdaság, akkor, akkor van olyan hely az életben, vagy a világon, ami számukra lehetőséget hoz. És akkor ezt így tudnám, ipari forradalom, ipari forradalomra lehetne ugrálni. 70-es években még az olajcégek és az autóipari cégek voltak a menők, ma már a kettő kombinációja, tehát a digitalizáció nagyon beköszöntött ebbe az egész korba, új szakmák alakulnak ki, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy meg fognak szűnni a jövőbe, és azért itt nem a közeljövőről beszélek, de mondjuk 5-10 éves táblatról már lehet beszélni, a három műszakok, vagy lehet, hogy a két műszakok is. Ne felejtsük ki, hogy Németországban, Franciaországban a legtöbb helyen ma már 30-34 órás munkahetek munka vannak. Volt önöknek egy konferenciájuk, ami többek ehhez is kapcsolódott. Mit kell erről pontosan tudni? a, egy kicsit globálisabban rátekintve a dologra, a Alba Innovár tavaly, illetve a Székesfehér Fejlődés Alapítvány tavalyi év folyamán nyert egy remek pályázati lehetőséget, vagy egy pályázatot, aminek keretében már nem csak a, a, fiataloknak a képzésével, a digitális képzésével foglalkozhatott, hanem egy kicsit tovább léphetett, és a, a felnőtteknek az átképzése, ami szerintem elengedhetetlenül szükséges a jövőbe, nem csak a munka világa miatt, hanem a társadalomba, társadalom kihívásai által támasztott támasztott feladatok vagy lehetőségeket, hogy jobban meg tudjanak felelni nekik. Tehát ezért ez, ez, egy fontos küldetésnek tekintettük. Ez egy nyitó konferenciával kezdődött, nagyon sok ilyen családi napra mentünk, és ott próbáltunk érzékenyíteni, közelebb hozni a, di a digitális világot, már nem csak a fiatalokhoz, hanem családokhoz, felnőttekhez is. Több vállalattal, multinacionális, de nem csak multinacionális, hanem nagy vállalatokkal, sőt kisebb vállalatokkal is közösen létrehoztunk két-három napos oktatási kurzusokat, ahol megtanulták, ahogy, hogy mondjam, a digitalizációnak az alap dolgait olyan emberek, akik soha, de még egy szangszorítottan soha, még egy notebookot nem nyitottak életükbe, maximum csak kívülről láttak, és ilyen fetisizálták a dolgot, hogy ilyen dolgokhoz ők, ők nem nyúlnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a program sikeres volt, közel 1500 ember érintett. Ezt a programot jövő héten akarjuk lezárni, tehát a március 26-án lesz a konferenciánk. Itt azt várjuk, hogy 200-250 ember eljön, alapvetően oktatási szakemberek, pedagógusokat várunk, de egyébként nyitottak vagyunk teljes mértékben mások előtt is. És, és itt szeretnénk összefoglalni a konklúzióit, a, a tapasztalatait ennek az egész, hogy mondjam menetelésnek, amit itt az elmúlt évben csináltunk, és, és egyfajta ilyen fórumnak, tehát nem is csak előadás, a Budapestről érkezik közénk államtitkár, a különböző foglalkoztatási területeknek a különböző vezetői, és ők is elmondják azt, hogy ők hol tartanak, hogy mennyire vannak felkészülve az ipar 4.0-ra, tehát azokra a feladatokra, mint a digitalizáció jelent a ebben a pillanatban a munkahelyekre, és mi is elmondjuk a mi ajánlásainkat, amit itt tapasztaltunk, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban, leggyorsabban kiképezni a felnőtteket, illetve átképezni a felnőtteket. És hogyha már a tapasztalatokat említette, akkor ugye ebből nyilvánvaló, hogy egy olyan generációnak a tagjairól van szó, akiknek az életében, főleg a fiatal korában még ez a digitális, innováció nem volt jelen. Mik, mik azok a tapasztalatok, hogy hogy ők például mennyire könnyen tanulnak, vagy akár mennyire voltak ezen a konferencia sorozat alatt nyitottak a fejlődésre, mert ugye azt említette is, hogy azért volt aki, aki akár a notebookoktól is elzárkózott, de a végére milyen, mik voltak a tapasztalatok? Én azt gondolom, hogy a legtöbb ember az az nagyon óvatos a változásokkal, és visszafogott a változásokkal kapcsolatban, és ez a korral nem javul. Tehát, hogy idősödik az ember azért, hogy ő szereti a biztos fogockodókat, és, és a, tehát, hogy mondjam, ami, amiben már tapasztalata van, rutinja, azt nem szívesen cseréli fel. Ugye ez pont a, annak az ellenkezője, amiről beszéltem korábban, hogy nem erre lenne igazából, ma már szükség, de mi ilyenek vagyunk, és ez nem baj, hogy ilyenek vagyunk. Viszont ezen ha lehet, akkor próbálunk változtatni. És amikor egy csoport, egy olyan csoport, aminek minden tagja tapasztalatlan valami területhez, és nyitottan közelednek hozzájuk, és, és úgy mutatják meg ezeket az idegen dolgokat, sokkal nyitottabbá teszik az embereket, mint hogyha otthon mondjuk valakinek van olyan szerencsé, hogy egy notebookot vesz az édesanyjának, vagy édesapjának, vagy, a, vagy, vagy mondjuk 40 évesen vesz, vagy kap valamilyen lehetőséget, nem szeretnek. Nem, a, a, a tanárok nem szeretnek beígni a gyerekek előtt, a szülők nem szeretnek beígni a gyerekek előtt, mások előtt, tehát inkább azt mondják, hogy ők ezzel nem foglalkoznak, de nem akarnak ezekkel a, a, hogy mondjam, egyáltalán pontosabban elzárkoznak ezeknek a dolgok a használatától. És a jó itt az, hogy valójában ez mindig is bennük van, hogy ők ezzel szerettek volna megismerkedni, és szeretnének ők is mondjuk több információt kapni az internetről, vagy akár vásárlási információkat kapni, vagy akár valakivel kommunikálni. Hát annál nagyobb élmény nincs, amikor amikor valaki távol van valamelyik szerettejétől, valamelyik barátjától, és akkor egy digitalizációs alkalmazással akár nap, mint nap tud, vele beszélni és együttműködni. Úgyhogy én az, mi azt tapasztaltuk, hogy ak hogy a határt ugyan nehéz átlépni, de aki egy kicsit átteszi a lábát a határon, annak már sokkal könnyebb ezeket a változásokat, mert ő benne van valahol az az érdeklődés, a kíváncsiság, és mindenkibe benne van. A programsorozat uh, zárókonferenciája mikor lesz? Hány ember jelentkezhet még, kiket várnak elsősorban, és hogyan lehet önökhöz még jelentkezni? Uh, tehát jövő héten kedden lesz, tehát most már közel vagyunk, 26-án, a, a, Magyar Király Hotelbe, ahol a nyitókonferencia is volt. Még, még lehet jelentkezni, azt mondom, tehát több mint százan már regisztráltak, mint ahogy mondtam, 250 regisztrációt el tudom fogadni, teljesen ingyenes a részvétel, meg is vendégeljük a, a, a részvevőket, és még egyszer, tehát nyitottak vagyunk alapvetően mindenki előtt, de azért nagyon fontos itt, hogy olyan emberek, akik emberek oktatásával, képzésével kapcsolatban vannak, azok részt vegyenek ilyen típusú konferenciákon, illetve konkrétan ezen a kon konferenciánk is, tehát esetlegesen talán őket várjuk, illetve vállalati vezetőket, vállalati menedzsereket. Van-e valamilyen olyan visszajelzés akár azoktól a pedagógusoktól, akik eddig ugye részt vettek a programban, hogy kezdik-e modernizálni a, a tanítási ö, módszereiket, ö, akár az iskolákban, vagy bárhol, ahol ők tanítják? bevezettek-e azóta, vagy használnak-e új digitalizált módszereket? Amikor, amikor elkezdtük az Alba Innovárt, bár bennem, bennem volt, illetve bennünk benne volt az a vízió, ami mellett nagyon elkötelezetten haladtunk, és hittük azt, hogy nem csak a diákok, nem csak a lakosság, hanem a tanárok is kedvelni fogják ezt az egészet. Először volt némi berzenkedés, hogy ez most nem a normális iskolai rendszerből jön, és hogy vajon milyen szinten tudják tanítani, oktatni, de elég gyorsan, és csak néhány hónapnak kellett elternie, ugye ez most már másfél éve ezelőtt történt, hogy, hogy pozitív hatás elkezdődjön, tehát azokat a régi típusú eszközöket, amiket mondjuk a informatikai órán használtak, azokat egyre jobban kezdik feladni, bár ez tananyag, tehát azért oktatni kell, de emellett kezdik felvenni azokat a technológiákat, amikkel itt is találkozhatnak az Alba Innovárba, és még fontosabb az az, hogy egyre nagyobb a nyitottsága nem csak informatikával foglalkozó tanároknak is, hogy ők a, akár a magyar, a történelem, a földrajz, biológia, fizika, stb. oktatása közben hogyan tudják hatékonyan használni, úgyhogy a gyerekeknek a figyelmét folyamatosan fenntartják, hiszen ez már szinte klasszikus kezd lenni, hogy az már egy nem tudom én, prémium díjat érdemel az a tanár, amely két-három percnél tovább fent tudja egy gyereknek a figyelmét tartani, ami persze nem teljesen igaz, de, de sajnos ebbe a pillanatban nagyon nagy kihívás előtt vannak a tanárok, hiszen a diákok villámgyorsan ellenőrizhetik akár a telefonokkal azt, hogy ez az információ, amit a tanártól hallottak, az mennyire jó, vagy mennyire nem jó, mennyire friss, és éppen ezért egy sokkal, egyre inkább egy más típusú képzési rendszerre lenne szükség, tehát nem olyanra, hogy a szemben áll egy ember 30 szal és akkor azt elmondja, hogy mit kell megtanulni, hogy a következő órán számon kéri, hanem inkább egy ilyen coach, leader típusú, hogy én elmondom, hogy ezt hogy van az életben, és akkor közösen próbálunk feladatokat meghatározni, közösen próbáljuk megoldani, és mindenkit próbálok így motiválni azokra a kompetenciákra, amikről itt már korábban beszélgettünk. Székesfehérvár önkormányzata partnere abban, hogy a kompetencia alapú oktatás hamarosan a gyakorlatban is kipróbálásra kerülhessen. Az Alba Innovár digitális fázárkóztatási program záró konferenciáját március 26-án tartják a Hotel Magyar Királyban. A rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes.